Sziasztok, köszöntelek benneteket! A sütemények mellett nagyon szeretek köreteket is készíteni, főleg akkor, hogyha az összeállításuk nagyon egyszerű. Ilyen lesz a mai recept is, a sajttal töltött burgonyás tallér. Önállóan is megállja a helyét, főleg, hogyha adunk hozzá egy nagyon finom fokhagymás, tejfölös mártogatóst. Én már kikészítettem a hozzávalókat, mutatom, hogyan áll össze. Lássunk hozzá! Szükségem van 500 g héjában főtt burgonyára, amit én most gyorsan meghámozok és lereszelek. Reszelt krumplihoz adok 80 g étkezési keményítőt. Ez lehet burgonya vagy kukorica keményítő. Ízesítésként egy kis kanál sót és őrölt szerecsendiót. Gyorsan összegyúrom a hozzávalókat. Lasszul összeállt a tészta. Először egy kicsit nehezen engedte magát, de utána már könnyen ment, és megpróbálok egyforma gombócokat gyúrni. Lereszelek a nagyobbik lyukán a reszelőn körülbelül 8 dekagram félkemény sajtot. Én most mozzarellát használok, de ezt lehet helyettesíteni bármilyen más sajttal. Megfogom az első gombócot, és a hüvelyk ujjammal egy kis mélyedést formázok, és itt megtöltöm sajttal. Becsomagolom, és klassz kis tallérokat formázok belőle. Elkészültek a tallérok, és gyorsan hozzálátok a mártogatósnak az elkészítéséhez. Van 200 ml 12%-os tejfölöm, ehhez hozzáreszelek 2 gereszt fokhagymát. Következik 2 evőkanál majonéz. Ízlés szerint só, én csak egy negyed kis kanálnyit használok. Hát körülbelül egy teáskanálnyi citromlé, apróra vágok petrezselyem zöldet. Végezetül felhevített olívaolajba fogom szép aranybarnára sütni a tallérok mindkét oldalát. El is készült az első adag. A sütési idő az 4-4 perc oldalanként, közepes hőfokon.